A karcagi nyomozók a Heves Vármegyei Rendőr Agria Megta műveleti egységének közreműködésével tiszaburai saburai dílerekre mértek csapást. A megalapozott gyanú szerint a 46 és a 49 éves férfi az elmúlt egy évben rendszeresen árult helyi lakosoknak új pszichoaktív anyagot, közismert nevén füstölőt és krekket. A rendőrök előállították a két férfit, valamint három fogyasztót is. Utóbbiaktól egy gyufás dobozban több kábítószer gyanús fehér porral szennyezett alufóliát, valamint alufóliába csomagolt droggyanús anyagot, fehér tablettákat, valamint a dílerektől laptopot, öt mobiltelefont és pénzt foglaltak le. A fiatalabbik díler nem volt ismeretlen a rendőrök számára, hiszen egy korábbi hasonló bűncselekmény elkövetése miatt bűnügyi felügyelet hatája alatt tartózkodott otthonában, és így folytatta a bűnös tevékenységet. Mindkét férfit előállították a karcagi rendőrkapitányságra, ahol új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Őrizetbe vételüket követően kezdeményezik letartóztatásukat.